Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm a kedves tévénézőket. 2021. március 14-ét írunk, itt a Bicskei Sporttelepen vagyunk, a Bicskei Tornaklub arénájában, ahol a Bicskei Tornaklub felnőtt csapata játszik a Balatonfüredi FC együttesével. Ennek a mérkőzésnek a rövid összefoglalóját tekinthetik meg a mai napon. Az őszidegenbeli siker 3-2 után, akkor a gólszerzők voltak az egy részű Szabó Imre, kétszer is, a 80 és a 92. percben, ez jelentette a 3-2-t, illetve Kürti Zsolt a 9-ben, 51. percben Varga Zoltán, 91. percben pedig Mlinárcsik Áron, tehát akkor még 3-1-re vezettünk, majd jött a 92. perc, amikor a hazaiak szépíteni tudtak. Bicskét találkozott a két kiesés ellen küzdő alakulat vasárnapkora délután, Csordás Csaba csapatában lassan felépül mindenki, és joggal várták a szurkolók, hogy végre beinduljon a tavaszi menetel is. A helyzet hasonló volt az egy héttel korábbi felcsúti ütközethez, akkor 2-7 volt, szintén két ponttal mögöttünk tanyázó ellenfelet kellett megfékezni az csapatunknak. Itt jönnek a vendégek, a balatonfüredék, akiknek az összeállítása következő: Keserű Bence, kapuban további játékosok: Géringer Tamás, Schillinger Dániel, Csikor Sándor, ő a kapitány, Szalai Péter, Tetézi Gergő, Burusz Barna, Pécseli Szilárd, Barta Roland, Szabó Bence és Bene Zsombor kezdő 11-en léptek a pályára. Itt a három játék vezető középen Juhász Dávid, segítői Molnár István és Jászberényi Marce. A vendégek cserepadján ült Berta Ádám, Emperge László, Imre István, Marko Robert, Burgolya Dániel, Róth István, Pápő Kristóf, Horváth Bálint és Tamás Szabolcs. A vezetők közül ott volt Burgolya István, Palkovics István asszisztensedző, Sebők Lajos technikai vezető, Burgolya a vezető edzője a csapatnak. És akkor itt vannak a csapat kapitányunk, részünkről kék-sárga csikozásban Kálkonyi Dániel, a vendégek részéről pedig Csikós Sándor választ térfelet. Hazai összetétele: Szűcs Lajos a kapuban, további játékosok: Denzinger Norbert, Kálkonyi Dániel, Lassó Zsombor, Kürti Zsolt, Sötét Dávid, Mlinárcsik Áron, Pejnik Szilárd, Pekovszki Michel, Radó Dániel, Lencsés Bálint. Cserepadon foglalt helyet Kertész Dániel, Horváth Marce, Varga Zoltán, Németh János, Szabó Bátor, Réti Tamás, Vékony Viktor és Móri Tamás. Vezetők közül ott volt asszisztens edző Móri Tamás, szakmai igazgató Csordás Csaba, Súlyog Barna masszőr, Nagy György technikai vezető, Komjáti Péter klubigazgató és József Miklós kapus edző. A mérkőzésnek van játékvezető ellenőre, Gál Gyöngyi személyében, szövetségi ellenőr pedig Brűnyi Béla, aki már többször volt itt nálunk, 72 évesen, aki nagyon sok évet futballozott NB1-ben, 61 és 85 között, tehát 24 évet lefutballozott Béla, és most itt van közöttünk az MTK és a Tatabánya volt kapusa. Itt pedig már helyzetbe kerülhetünk, hiszen 18 méterre jár a szabadugrás csapatunk javára. Fejniket lökték fel a vendégvédők a kaputó 18 méternyire, kissé jobbról a szabadugást, a sértet lőtte rá kapu közepébe, a kapus kezébe. Hát bizony Szilárdán ennél rugott szebb és jobb szabadugásokat is, íme pont oda középre megy a labda, amelyet biztosan védett Keserű Bence, most a kirugásnál pedig megpróbálja eljátszani, hogy bizony Kürti Zsolt előtte van és nem tudja kirugni a labdát, tehát a játék vezetőt ez nem hatotta meg, ez a jelenet. Nagy harc a labda megszerzésért, Radó Dániel viaskodott Barta Rolanddal, fel akarta segíteni Bartát, de a vendégek játékosa nem engedte, és akkor szabadrugás a vendég csapat javára. Szabó Bence az, aki elvégzi a szabadrugás, Kákonyit egy kifejelte vissza a mezőnybe. Hürtének kellene megtartani a labdát, nem sikerül, hiszen ide-oda rúgják a labdát, míg végül is nem újabb támadást nézhetünk. Ezúttal újból a vendégek próbálkoznak, egy jó labda ki, oda jobbra Bene Zsombornak, aki eltörte egy kicsit a labdát, hiszen gyengére sikerült a kapura lövés. Nézhetjük még egyszer ezt a jelenetet, Csikó Sándor, ő az ellenfél kapitánya, indította Benét, aki gyengén talált el, hát biztató volt ez számára. Jön az újabb vendég beadás, és egy kapás lövés, na kérem, ez a 9. perc eseménye. Csikó Sándor lő kapura, és bizony ballábas lökete, éme lehet látni, mint egy méterre került el a kapunkat. Csikós nagyszerűen talált el, de szerencsénk, ha nem volt ebből gól. Jön az újabb bicskei támadás, ezúttal jobbról próbálkozunk, Kálkonyi megy el, beadását kivágják a védők, Bruce Barna volt az, aki szerelt el a kontúra,
Itt pedig már egy talpalást, igen, Kákony megmozdulását látta szabálytalannak Juhász Dávid játékvezető. Szabadrugás, tehát a vendégcsapat javára Szabó Bence végzi el. Egy kapura lövés, amely szintén jó fél méterre került el a Szűcs Lajos kapuját. Íme kéttagú sorfal mellett elmegy a labda, de elmegy kapunk mellett is. Így tehát 0-0 az eredmény. Továbbra is Bene próbálkozik beadással, lecsúszott a lábára a labda, mert bizony ez a labda kapu mögött kötött ki. Itt pedig egy kemény határozott szerés Denzinger részéről, majd jött Pekoszki, és ott lassú-lassú ellen szabálytalankodnak a középpályán. Ezért joggal jár a szabadrugás, sőt figyelmeztetés is jár a vendégjátékosnak, Szabó Bencének, hogy hagyja vissza magát és próbálja meg sportszerűen játszani, mondja neki Juhász Dávid játékvezető. Újabb balatonfüredi próbálkozás, Bene hosszantolja meg, ott bent egy esés, egy műesés, a vendégjátékos részéről Juhász ezt nem ette meg, ment tovább a játék. Itt pedig harc a labda megszerzéséért, óriás küzdelem volt első perctől az utolsóig. Egy jó labda ki játékosunknak, és Kákonyi kiharcol egy szögletet a 18. percben. És egy jól visszatett labda, nagyszerű lövés volt ez lassú részéről. Íme még egyszer Penik begurítja a szögletet, Kákonyi visszateszi lövőre. Jó is az elképzelés, de sajnos a rövid sarokba tartó labdát a vendégek játékosa Schillinger Dániel blokkolta, illetve róla pattad meg. És jön a vendégbeadás beívelés, mi pedig felszabadítunk, Kürti nem tudta megtartani a labdát, jöttek vissza a vendégek, egy újabb próbálkozás, de ezúttal mi kerülünk ki győztesen, Penlik iramodhat meg, Penlik Szilárd, ajjajjaj, talán indíthatott volna előbb is. Jó labda még, Denzinger túl mélyen adta, szerelnek a védők, és ebből csak egy bedobást tudtunk kihozni. Itt pedig a vendégek, vezetőedzője Burgulya István reklamál, és kap a játékvezetőtől egy sárgalapos figyelmeztetést. Lehet, hogy egy újabb talpalás sérelmezett a játékvezetőnél. Jön a beadás a vendégek részére, és egy kapura lövés, amely jócskán fölé szállt. Hát ez is egy próbálkozás volt a balatonfüredélyek részéről, hiszen Bene Zsombor lőhette rá a labdát. Egy fejes bizony, amely rövid sarok mellett hagyta el a játékteret. Íme még egyszer. Schillinger Dániel előrevetődve fejelt mellé, mindez a 30. percben történt. Egy csuka fejessel próbálta bevenni Szűcsős kapját. Már 31. percben járunk. Óriási harc a labda megszerzését. Egy cseles szabadrugás, Kürti éveli be középre, jön a kapus és kiöklözi. Próbálkoztunk, szó se róla. Ezúttal Lencs is adja be a labdát. Jó kapás a Kákonyinak, de Kákonyi csúnyán fölé lőtte. Pedig egy óriási gólszerzési lehetőség volt kapitányunk előtt. Meg jól jött vele szembe a labda, hát ilyenre vágyik minden támadó, hogy vele szembe érkezzen a labda. Itt még 3-2 ellen hozzuk, de Penlik nem indítja a bal oldalon felfutó Denzingert, és így le is szereli. Hát ez megint csak nagy helyzet volt csapatunk számára. 3-2-be vittük a labdát. Ilyet edzésen is kiszoktak használni a fiúk, itt pedig meccsen illet volna. Nem baj, jönnek az újabb bicskei támadások. Penlik, Szilárd iramodik meg, ezúttal nem tudják szerelni, jó a labdája, de sajnos a visszatett labda már nem jutott el hozzá. Itt még sötét az, aki felszabadít, visszavágja a labdát, és újabb támadás lehet csapatunk részéről, de sajnos pontatlanok vagyunk ott elől, és ezeket a labdákat sorra a vendég védők kivágják, felszabadítanak, elrúgják, és nem tudunk belőle gólt szerezni. Kürti tette Lencsésnek a labdát, Lencsés pedig jó, 30-ról elvállalja, de nem dőlt el kellőképpen, és így torony magasan fölé szállt a labdája. Ezúttal a vendégek próbálkoznak, Barta Roland vezetgeti be a labdát, még mindig nála, de már csak szabálytalankodni tudott játékosunkkal szembe is, ezért járt a szabadrugás kifelé. Újabb harc a labda megszerzéséért, nagy harc volt végig a pályán, mint már mondottam, az első perctől az utolsóig küzdöttek nagyot a csapatok, hiszen a Balaton-Fürediek nagyon jó paszban vannak, 10. fordulótól kezdődően,
És akkor mondanám is, a tizedik fordulóig mindössze egy pontot szereztek 9 vereség mellett, és ekkor vette át Burga István a csapatot, ekkor még utolsó helyen álltak, most pedig a mérkőzés előtt a 15. helyen állnak 28 szerzett ponttal, tehát 13 mérkőzésen a Burga ítélet alatt 8 győzelem, 3 döntetlen, 2 vereség, 33-14 a gólkülönbség, és mindössze 2 vereségük van ZT ellen, 0-3, Zimonyi Dávid 3 góljával kikaptak, Nagykazs ellen 0-2, a többin pontszerzéssel tértek le a pályára, itt pedig véget ért az első játékrész. 0-0-nál folytatódik a második félidő. A vendégek jönnek ezúttal, próbálkoznak, még nincs kint a labda, mert visszafejelte Bene Zsombor a labdát, és ott egy szabálytalanság, mutatja a játékvezető. Ezt nem tudom, hogy ki hogy ítéli meg, de a lényeg, hogy Juhász Dávid játékvezető szabad rugást ítél 16,5 méterre kapunktól, és még sárga lapos figyelmeztetésbe is részesíti Radó Dánielt a mérkőzés 46. percébe, ezért a megmozdulásért, íme 16,5 méterről jár a szabad rugás, és egy nagy védés, óriási védés, kérem Szabó Bence lövését, remekül védte Szűcs Lajos. 16,5 méteres szabadrugás sukatott Szabó Bence Szűcsnek, azonban nem okozott gondot, mert ezzel a látványos vetődéssel mentett. Egy újabb beévelés, de ez még az előző jelenet. Tovább fejelték a labdát, végül is támadás befejezés Szűcsnél halt el. Egy újabb vendég próbálkozás, visszatett labda, egy határozott kemény szerelés Radó részéről, végül is ebből sem lett semmi, de most újból próbálkoztatnak a Balaton Fürediek, Bene jobb oldalon tenné be a labdát, de végül is Radóról kikerült a labon túlra a labda. Szabó Bence sarokrúgásnál szöglet hát jobbról, ívelődik be a labda, hoppá, itt a labda, hol a labda, végül is kivágták védőink. Egy újabb próbálkozás, amely Szalai Péter Dávidtól indult, egy baloldali támadás van kibontakozóban, Buruc Barda elveszíti a labdát, visszahúzza, visszarántja Pellik Szilárdot, no kérem, ez a 54. perc eseménye, Buruc szabálytalankodott alig a félvonalon túl, a játékvezető szabadrugást ítélt és sárga lappal jutalmazta Burucot, amit nehezményezett a vendégjátékos, majd egy ide nem illő megjegyzést tett a játékvezető felé, és már is villant is a piroslap. Bene Zsombornak volt még hasonló durva a pályára nem illő hozzászólni valója, és ő is a kiállítás sorsára jutott. Így ettől kezdődően több mint 35 percet kettős ember előnyben játszhatott csapatunk. Na kérem, hát igen, Burucnak is el kell hagyni a játékteret, és a másik játékosnak is, így tehát kiállítás sorsára jutott Bene Zsombor és Buruc Barna. A mérkőzés 54. percében, tehát mindkét játékos piros lappal távozott, és ettől kezdve 35 percen át óriási nyomás nehezedett a Balatonfüredek kapujára, hiszen egy kapusztunk, beszorítottuk a vendégünket, és hát gólt nem tudunk rúgni, de azért helyzetek lesznek, meg vannak. Íme egy fejes, Sötét Dávid részéről, de sajnos szorongatott helyzetben mellé fejelt játékosunk, és akkor mondanám is a cseréket, hiszen csapatunk 4 cserét alkalmazott, Lassú Zsombor helyére Varga Zoltán 58. percben, majd Kürti Zsolt helyére Réki a 69. percben, Pejlik helyére Németh János és Pekovszki helyére a 75. percig Móriát be, és akkor a másik oldalon is 4 cserét alkalmazott Burgolya István. Nézzük, mi lesz ebből a helyzetből. Semmi bizony, mert a vendégvédők nagy rutinnal fedezték a labdát. Tehát Schillinger Dániel helyett Markó állt be az 59. percben, Csikós helyett a 78. percben Tamás, 67. percben Barta Roland helyett Pápai, a 78. percben Szabó Bence helyére Imre István állt be. Tehát ezek voltak a cserék a vendégeknél. És akkor próbálkozunk továbbra is, de ezek a beívelések valahogy nem jönnek fejre vagy lábra, és így fel tudtak szabadítani minden esetben a vendégvédők.
És akkor, amíg hajtunk, küzdünk a győztes gól megszerzésért, addig gyorsan mondanám az NB3 nyugati csoportjának a 24. forduló eredményeit. MOL Fehérvár ért 2-1 a fehérváriak góljait, Pap és Bozsoki lőtte, Érdiek gólját pedig Kalmár Domonkos. Egyébként a Fehérvár ellen 1-2-t játszottunk ősszel, Érd ellen pedig 0-2-t. Szabad kikötő Nagyatád 4-1, Huszti 2, Farkas 2 góljával, a vendégek részéről pedig Grabarics volt eredményes, Nagyatádot vertük 3-0-ra. Most legutóbbi mérkőzésünkön szabad kikötő ellen pedig 2-2-t játszottunk. Gárdony Agádi Gyógyfürdő ZTFC 2, 4-0, hát ez némi meglepetés, de csak annak, aki nem látta a mérkőzést, Hazek részéről Zsigmond 2-t, Koronci és Miskei volt eredményes, Agárd ellen 0-2-t játszottunk, Zét ellen pedig 2-2-t legutóbb. Sopron, 3. kerület 0-0, csapatunk idegenben Sopron ellen 1-1-et, a 3. kerülető pedig legutóbb 0-1-es eredményt ért el, tehát kikaptunk. Nagykanizsa a BKV előre 3-1, a következő ellenfünk a BKV előre, tehát vereséget szenvedett, hazai részű Pap, Major és Ecker volt eredményes. Nagykanizsa ellen egyébként 1-1-et játszottunk legutóbbi meccsünkön, BKV előre ellen pedig 3-0-át, 3-0-as győzelmet. Az egyszem gólszerzője BKV előre részéről Szegő Imre volt, még ekkor vezettek a vendégek. Bicske, Balatonfüred 0-0. És akkor nézzük még, hogy lesz ebből valami, ebből a Bicske támadásból Mlinárcsik tette ki a labdát, Rétyihez kerül, Rétyi pedig belőtt labdáját, könnyedén szerelték a védék újabb beivel, és ott a kapufa, Denzinger fejese kapufán csattant, és nem volt érkező, kérem. Óriási lehetőség, Rétyi adja be félmagasan pont oda a fejére Denzingernek, Denzinger kilövi a rövid sarkot, és a kapufa is velük volt most a vendégekkel. Ott pedig Lencsést szorították ki, illetve fedezték a labda útját a vendégvédők. Na kérem, további eredmények, tehát Pápai, Peruc FC, Veszprém 1-0. A győztes gólt Szilágyi Adrián szerezte az ők részéről, Pápával 0-1-et játszottunk idehaza. Veszprém ellen szintén 0-1-et, tehát vereséget szenvedtünk. Lipót Pékség, Tatabánya 2-1, némi meglepetés ez az eredmény. Winkler 1-0-ra, majd Árvai egyenlített, és jött Nagy Olivéra 93. percben, megszerezte a győztes találatot a Lipótnak. Mi Lipót ellen 1-1-et játszottunk, legutóbb Tatabányával pedig 0-0-t. Mosonmagyaróvár, Komárom, VSE 6-0. Hazai gólszerzői Schiller, Szalka, Takács, Nagy Kevin, Olá és Simhart Milán. Mi Mosonmagyaróvártól legutóbb 3-1-re kikaptunk hazépályán, a Komáromot pedig vertük 2-1-re. No kérem, még egy érdekesség, hogy ebben a fordulóban 8 csapat nem tudott gólt szerezni. Ebben közte vagyunk mi is, illetve mi csapatunk. Jön a beívelés, megint monoton beívelések jönnek, de egyelőre nincs, aki befejelje ezeket a beadásokat, mert bizony ezeket nem lehet, mert nem úgy jönnek, hogy vagy befejeljük, vagy kapásból belőjük. És akkor nézzük az NB3 nyugati csoportjának a góllövő listáját, annak is az élmezőnyét. Itt meg sötét ugrott föl a vendégszurkolók, illetve zárkapus meccsről lévén szó, az a pár vendégvezető, aki itt volt, sérelmezte, hogy a játékvezető miért nem sípol, íme itten a 5-5-esen belül, sötét felugrik, nem szabálytalankodik, labdára ment, és a játékvezető hagyta, hogy szögleteljen Varga, íveliben szögletet, és bizony Lencsés fejéről csak centikkel került el a jobb sarkot a labda, íme Varga szöglete, nagyon jó, sötét feje fölött átszáll, és Lencsés bólinthatott volna oda be a jobb alsó sarokba, de sajnos labdája ezúttal sem talált be. Hát nyomtunk, itt figyelmeztetésben részesül újból az ellenfél vezető edzője, de ez már úgy néz ki, hogy időhúzásra ment ez a játék, hogy minél többet legyen foglalkoztatva a játék vezető, kicsit próbálták húzni a vendégek az időt minden szinten, ahogy tudták, ez érthető is, hiszen kettős ember hátrányban játszik a vendégcsapat, és így érthető az időhúzásuk. Itt egy újabb nagy lehetőség Németh János előtt, de ezúttal nem találta el jól a labdát. Éme jobbról jön a beívelés,
és ez valahogy eljut oda, sötét, tovább csúsztatja pont Némethez, Németnek jobban rá kellene fordulnia, de sajnos nem talált el, még csak a játékos sem, hogy ebből legalább szöglet rugás legyen. És akkor újból támadtunk is, végig mondom itt a második játék részben, de gólt egyszerűen ezen a napon nem tudtunk lőni, valahogy meg vagyunk babonázva. Na, majd a legközelebbi mérkőzésen, íme újabb beadás, újabb fejes, ezúttal lencsés fejelt össze, itt is egy kis időhúzásra megy, biztos, hogy fájt a játékosnak, de menni kell a perceknek. Tehát az NB3 nyugati csoportjában Szabó Lukasz, Lipót Pékség játékosa vezeti a gólövőlistát, 21 találattal, Magasföldi József, a Puskás Akadémia FC 2 játékosa, aki szerzett egy gólt ebben a fordulóban, 14 gólos, Borbető Áron a harmadik kert játékosa, a harmadik helyen áll 13 góllal, ugyanannyi gólja van Laki Balázs, a Moson Magyaróvár játékosának, 12 gólos Farkas Zoltán, a Szabad kikötő játékosa, Kustor Noel Sopron játékosa, Szabó Bence Balatonfüred játékosa és Tóth Tibor Gárdony Agár Gyógyfürdő játékosának. És akkor gyorsan még a tabelláról, hiszen itt gól nem esik, tudhatjuk az eredményt, nézzük a helyzeteket azért, hogy miket hagytunk ki és miket kell majd a jövőben belőni ahhoz, hogy nyerjünk. Első helyen 58 pont, a harmadik kerület csapat áll, változatlan a helyezése, csak úgy, mint a másik helyen álló Moson Magyaróvárnak, akiknek 52 pontjuk van, harmadiken a Lipót Pékség följebb lépett előző héthez képest egyet a tabellán, 45 pontos, negyedik a Veszprém, ő lejjebb csúszott egy helyet a vereségével, 43 pontos maradt, Nagykanizsa ötödik, 41 ponttal, 38 pontos az Érd, hetedik a Sopron 38 ponttal, 35 ponttal a Tatabánya nyolcadik, kilencedik a Puskás 34 ponttal, ugyanannyi pontja van a MOL Fehérvár csapatának, Gárdonyagárdi Gyógyfürdőnek 33 pontja, ők 11-ek, 12-ek helyzet, Pápi Perusznak 32 pontja van, 31 pontos a Komárom, a Bicske 31 pontjával, 14-ek, 15-ek a Balatonfüred, 29 ponttal, 16-ek a ZTRC 2, 17-ek a BKV előre, 13 ponttal, 18-ek a Szabad kikötő, 19-ek a Ménfőcsanak, 20-ek pedig a Nagyatád csapata, 9 ponttal. Na kérem, ennyi volt rövid összefoglalónk. Műsorom végén kérem önöket, hogy hallgassuk meg a két szakvezető véleményét a találkozóról végezetül, megköszönöm a kitartó türelmüket, és további szép napot kívánok mindannyiuknak. A viszonthallásra. Kedves nézők, Burga Istvánt látják, a Balatonfüred csapat vezető edzőjét. Gratulálok ehhez a pontszerzéshez. Hogyan tudnád értékelni ezt a mai találkozót? Hát igen, végül is örülünk kellett az egy pontnak. Ugye teljesen máshogy alakult, mint a fél időben megbeszéltük. Szerettünk volna három pontért játszani a második fél időben. Hát pillanatok alatt a játékvezető azért tett róla, hogy egy kicsit meg kevesebben legyünk. Annak ellenére, hogy nem akarom a játékosaim felelősségét elvenni, mert persze, hogy nem szólok a bírónak, de hogy hallottam, azért nem olyan dolgokat mondtak, amiért esetleg egyből kiállítást kellett volna adni. Sajnos másodszor. Mégis mit mondtak a játékosaid a bírónak? Hát a második srác, aki odament, hogy mi a faszt kellett ezt lefújni. Tehát nem tartom olyan részesnek. A másiknak még, ő nem tudom, ő is hasonlót mondott, tehát sem anyázás nem történt, semmi olyan nem történt. Tehát most megnézem nemzetközi szinten a tévében, hogy bárhol nullára ültenek a bíróval, és le lehet olvasni a szájukról, hogy miket, és még sincs ilyen egyből egy ilyen szankció, és így belenyúlni a mérkőzésbe. De hát mindegy, ez van egyben. A futballban, ezt mondtam a játékosoknak, ebből is kell tanulni, hogy sajnos itt itthon semmit nem lehet szólni. És már egy titkot áruljál nekem, légy vagy szíves. 10 forduló után a Balatonfürednek egy pontja volt. Utána te idejöttél, és sorozatban arattátok a győzelmet, 3 döntetlen, 2 vereség mellett minden győzelem volt. Hogyan csináltad ezt? Mi volt ennek a titka? Hát nem én csináltam, ezt a játékosok csinálták. Igen? De úgy érzem, hogy nagyon jó közösség alakult ki, egy nagyon jó csapatszellem. És hát persze a játékosok csinálják, amit kérek, de összességében a lényeg az, hogy tudnak futballozni. Jó, de hát én nem értek valamit, egy 10 fordulón át egy pontot szereznek, utána meg nálad megtátosodnak ugyanazok az emberek? Hogy volt ez? Hát, hála Istennek így történt, hogy megtátosodtak, de én mindig a múltra nem szeretek foglalkozni, minden edző úgy csinálja, hogy gondolja.
a dolgát. Én idejöttem, nem is akartam azzal foglalkozni, tehát teljesen tiszta lapot adtam mindenkinek, elmondtam az elképzeléseimet, mit szeretnék játszani, hogy szeretnék játszani, milyen játékosokat szeretnék a pályán látni, és milyen játékosokat szeretnék az öltözőben látni. Tehát ami nálam nagyon fontos, az az öltöző is. Tehát, és ott, ha a játékosok úgy vannak, ahogy most ők, olyan közösség van, és úgy tudnak egymásért harcolni, küzdeni, csinálni, akkor abban benne lett egy ilyen eredmény. Hát igen, most itt megmutatták egyébként, hogy hogy tudnak egymásért harcolni, mert kettős ember előnyben volt Bicske, és nem tudtunk élni ezzel a lehetőséggel, de azért nem voltál ideges a mérkőzésen, ugye? Hát megmondom őszintén, úgy nem voltam ideges, amikor megtörtént a kiállítás is, ilyenek is szoktunk beszélni a játékosokat, tehát abban a pillanatban lereagálom a dolgokat, és fölkészülök arra, ami jön, tehát nem nyafogok, nem csinálom, a 89-en maradtunk, akkor annyival kell megoldani, tehát akkor is azért még elég sokan vagyunk a pályán. Mióta itt vagy, ezt jó sorozatnak tartod egyébként a munkád során ezeket az eredményeket? Hát úgy érzem, ha megnézzük a sorozatokat, meg a pontokat, amit szereztünk, meg ha megnézzük azt, hogy majdnem 3-as gólátlagunk van ennyi mérkőzésen, azért úgy érzem, hogy azok nem véletlenek. Úgyhogy, és örülök, és láttam is, hogy a játékosokban ez benne van. Milyen céljaitok lehetnek itt a kiesés zónában vagyunk, mi is, meg ti is? Hát egyértelmű, hogy ott van az a 6-7 csapat, igen, amelyik bármelyik egy-két fordulat bármi történhet, meg hát ugye sajnos itt van ez a vírus is, tehát bármikor aláhúzhatják, vagy megtörténhet bármi, ami tavaly is megtörtént, tehát mindenféleképpen fordulóra nem szabad belecsúszni a veszélyzónába. Hát köszönöm szépen az interjút, és további sok sikert kívánok nektek. Köszönjük szépen, és nektek is. Köszönjük szépen. Kedves nézők, Csordát Csabát látják, a Bicske csapat szakmai igazgatóját. Hát gratulálok az egy ponthoz, megvan az első pontunk. Te hogyan tudnád értékelni ezt a találkozót? Hát abszolút két arca volt a mérkőzésnek. Az első fél időben úgy érzem, hogy ahogy domináltunk, benne volt az, hogy nyerni tudjunk. Utána a másik fél időben ugye történt egy olyan szituáció, hogy a 35 percet a végén ugye úgy játszottunk, hogy kettős ember előnyben. Én úgy érzem, hogy egy kicsit a csapatunkat megbénította, de attól függetlenül az utolsó 35 perc az ilyen 90-10%-os labdabirtoklás volt. Sajnos hiába játszottuk ki a lehetőségeinket az utolsó végpasszokra. Gondolok itt arra, hogy körülbelül volt 30 beadásunk, de a 30-ból körülbelül a fele az már az első embert eltalálta, a másik fele meg nagyon pontatlan volt, úgyhogy nagyon bosszus vagyok. Nagyjából el is mondtál mindent, hogy miért nem tudtunk győzni, akkor ezek után min kell javítanunk, hogy mégis egy nyertes meccset hozzunk a következő mérkőzéseken? Hát mindenféleképpen azért szeretném azt kiemelni, hogy ami nagyon nagy pozitívum, ugye, hogy én úgy érzem, hogy erre a mérkőzésre jól néztünk ki, hogy a védelemben, meg a csapatnak az együttes védekezése nem véletlen, ugye, hogy az első fél időben is megkapott gól nélkül le tudtuk hozni, ugye nekünk ez nagyon fontos, hogy minél több olyan meccset tudjunk játszani, nem kapunk gólt. Hát ugye a másik része meg az, hogy ezt a futballt gólra játsszák, ugye amiben nagyon-nagyon nagy hiányunk van, ugye, hogy ki fogja ebben a csapatban gólt rúgni. Ráadásul ugye azért is vagyok mérges, mert az utolsó 25 percre ugye hosszabbítással együtt már 6 ember volt fönt, akinek gólt kellett volna rúgni, és még odáig sem jutottunk, egy kapura lövésünk legyen. Hogyan tovább? Hát abszolút ugye pozitívan kell ezt hozzáállni, mert nyilván, hogyha most jövő héten elmegyünk a BKV-hoz, és ott esetleg sikerülne megszerezni a régóta vágyott 3 pontot, akkor biztos vagyok benne, hogy a csapat most már elhiszi magáról, hogy többre képes. Azért azt is szeretném elmondani, hogy ez a Balatonfüred nem feltétlen olyan rossz csapat, ahol a tabella mutatja, úgyhogy azért ez mindenképpen egy értékes egy pont, de mondom, ez akkor fog majd sokat érni, hogyha jövő héten tudunk nyerni. Kívánom, hogy sikerüljön jövő héten győzni, és további sok sikert csapatnak. Köszönöm szépen az interjút. Nagyon szépen köszönjük.